Képben van? Remélem látszom. Szerinted a politikusok azok milyenek az emberek szemében? Mit gondolnak a politikusokról az emberek? Hát jó is és rossz is. Miért jó és miért rossz? Hát mert néha rosszul cselekednek, de néha jól cselekednek. Védik a népet, meg olyan dolgokat találnak ki, amik jók az országnak. Aha. Nagyjából így. Amikor megkérdeztem öntől azt, hogy vállalja-e, hogy bemutatja a magánszférát, nagyon picit vacilált, nem tudom, hogy hazament, és utána döntött úgy, hogy igen. Mi alapján mondta azt, hogy igen, vagy miért mondta azt, hogy igen? Nem vagyok egy túlságosan érdekes interjú alany, mert nincsenek extrém hobbiai, nem tudok főzni, nincsenek extravagáns dolgai, nem szeretek öltözködni. Valójában, amiből szerintem az én életemből érdekes, az a család, és az, hogy ők megmutatódjanak, vagy elvállalják ezt a dolgot, ez nem olyan egyszerű, de végül is most úgy tűnik, hogy ők is bevállalták ezt, úgyhogy én szerintem belőlem ez érdekes túl azon, amit egyébként is lehet látni. Miért nem ül autóba, vagy BKV, vagy ilyesmi? BKV-zni szoktam, az a nagy helyzet, hogy nekem nincs jogosítványom. A politikusok azok szolgák. Hogy örülök én ahhoz, hogy azt üzenjem meg nekik, hogy én nem vagyok egy közülük, de abszolút. Bátor? Szerintem, lehet, hogy ez rossz szó, de hogy nem vagyok egy beszari típus. Azért, amikor az LMP frakció megszűnt, én azt az estét a kardiológiai intenzívet töltöttem. Tehát az engem annyira megviselt. Gondolta volna, hogy bármikor is egyszer a politikusként fogják a magánéletéről kérdezni, és válaszol majd rá? Hát egyrészt soha nem gondoltam, hogy politikus leszek, amiről nem lettem. Én nem is tartom magamat tulajdonképpen teljes mértékben annak. De az, hogy egyébként ez mi mindennel jár, és hogy tornáznom is kell a kamerák előtt, ezt ha valaki ezt mondja fél évvel előtt, akkor azt mondom, hogy menj te a fenébe. És most mit mond? Tanítottam egyetemen politikatudományt, és van egy érdekes kérdés, amit mindig feltesznek, hogy a politikának az elbulvárosodása, ez jó vagy rossz dolog. És én mindig azt tanítottam, hogy én azokkal az elméletekkel értek egyet, amik azt mondják, hogy ez is egyfajta demokratizáció, mert egy politikust legjobban úgy tudnak megítélni az emberek, ha személyesen valahogy megismerhetik, és egy kicsit több mindent láthatnak róla arról, mint amit saját maga akar magáról mondani. Minden reggel így indul, kerékpározással? Nem, majdnem minden reggel, igen. Tehát hóban, fagyban, napsütésben? Hát ha zuhog az eső, akkor nem, az ember azért viccesen néz ki, mert önmagában egy bicikliző polgármester az már elég exotikus Magyarországon, bár itt már megszokták az emberek. De akkor igazából ott van az emberek között, tehát ez érdekes lehet, mert akkor mindenhol megszólíthatják és megállíthatják, nem? De nekem folyamatos fogadórán van, igen. Mit várnak egyébként egy polgármestertől? De tényleg? Tehát az emberek még azt gondolják, hogy ő megváltó? Azt nem gondolják, önmagában az nagyon érdekes, hogyha meg vannak hallgatva, tehát el tudják mondani a problémájukat, akkor már az nagyon nagy dolog, és az egy nagyon pozitív lépés. Hogyan lehet azt megemészteni, hogy effektíve nem mindenhova ér el a keze, és nem mindenkin tud segíteni? Igen, mert ezt mindenki magyarázkodásnak veszi, igen, részben joggal, úgyhogy én ezekben az helyzetekben megpróbálok segíteni informálisan, tehát akkor én is beszélek ezzel-azzal, vagy megpróbálok tulajdonképpen magamra húzza egy olyan felelősséget, amit egyébként a jogszabályok nem tesznek rám, de hát az embereket egyébként rohadtul nem érdekli, hogy ez most kinek az ügye, vagy kinek a sara lenne, hogy ez a dolog elintéződjön. Miért nem ül autóba? Az a nagy helyzet, hogy nekem nincs jogosítványom. Hogy lehet jogosítvány nélkül élni egy polgármesternek? Nagyon jó. Tényleg? Nagyon jó. És a tárgyalásokat hogyan bonyolítja? Hát nézd, hogyha nagyon fontos, akkor persze van a... És nem használok hivatali autót sem. Tehát nincs nyilván, sofőr? Nincs. Miért nem tette le a jogosítványt? Volt valami fóbia, vagy valami olyasmi, ami... Hát nehéz ügy. Nekem 6 éves koromban édesapám autóbalesetben halt meg, és ez egy eléggé meghatározta így a alap, nem tudatosan, hanem inkább így a lelkem mélyén a hozzáállásomat ehhez. Meg nem is volt a családban autó, édesanyámnak is volt jogosítványa, de utána ő se vezetett egyáltalán. A bátyám egyébként vezet, tehát ő például ezzel máshogy dolgozta föl, és nálam sincs ebben semmi tudatos, csak valahogy így maradtam.
a magyar politikus réteg az iszonyatosan el van zárva attól, hogy az emberek egyébként ahogyan élnek. Degradáló számukra? Mit gondolod? Nem tudom, hogy miért. Nekem... Kényelmes. Én amikor valakivel, mi nem voltam politikus, és egy politikusnak megjegyeztem azt, hogy miért van az, hogy mindenki csak egy nagy fekete Audiba tudja elképzelni, hogy kiszáll, akkor az volt a válasza, hogy majd ha politikus leszel, megtudod. No, hát... Mert hogy majd egyfolytában be fognak szólni, meg nem tudom, hogy csoda. Én... De miért szólnának pontosabban nem, kétszer beszóltak, egyszer lezsidóztak, egyébként ja, mindegy. Tehát, igen? Meg egyszer valaki, aki nyilvánvalóan nem volt teljesen, hogy is mondjam, mentálisan épp. Igen? Igen? Ez a két történet fordult elő velem, most már lassan az elmúlt 6 évben. Olyan van, aki kritikus, meg aki elküld a francba, meg nem tudom, micsoda. De miért? Olyan, aki agresszív. Hát mit tudom én, mert a kutyaszaros az utcája. Ja, értem. Minden köszönhető az, hogy történésznek készült első körben? Az első álmom az volt, hogy ornitológus leszek. Igen, ornitológus. Utána volt egy olyan elképzelésem, hogy operatőr leszek. Operatőr. Utána volt egy olyan, hogy tehát a fotózás és az operatőrködés az nagyon foglalkoztatott. És aztán végül is, igen, az első egyetemi felvételim az már, ahova ténylegesen felvettek, az már történelem szak volt. És akkor a történelem mindig érdekelt, és mai napig érdekel. Nagyon sokat olvasok mai napig. Van valami olyan korszak, ami kifejezetten érdekli? Főleg 20. század, meg főleg a diktatúráknak a története, mert azok nagyon szépen kihozzák az emberi jellemnek a sokszínűségét. Melyik korban élt volna, ha lehetett volna választani? Nem, én most akarok élni. Én amikor történészt lettem, akkor rájöttem, hogy igazából engem a társadalom történet érdekel, tehát nem a királyok, az uralkodók, hanem az átlag emberek. És akkor innen az út a szociológia felé? És egy nagyon speciális területen foglalkoztam, hogy én közvéleménykutató voltam. Menjen előre, ön van otthon. Igen, igen. Na hát ez az én szobám. Így kell elképzelni egy polgármesteri irodát? Általában ez 80 éve ez a bútor van itt. Én ilyen szempontból nagyon konzervatív vagyok. Ez egy intézmény. Tehát polgármesternek lenni az nem egy... Az egy intézmény. Tehát én most összekeveredik egy intézmény és egy személy, mert ugye ezt az intézményt valaki megtestesíti. De az nagyon fontos, hogy ne érezem azt, hogy ez most az én irodám abban az értelemben, hogy ez az új polgármester irodája, és eddig is ilyen volt, és eztán is ilyen lesz, amikor én már régen leszek itt, még ugyanezeket a bútorokat fogják kerülgetni. Valójában ezt a stílust én a lelkem ilyen Marhárondának gondolom egyébként. De hogy valahogy ez úgy nem merül föl bennem, hogy én ezzel foglalkozok. Ez itt volt, tulajdonképpen így teljesen ezt így, hogy mondjam, nekem ez így komfortos, tehát nekem ezen is bajom. Itt, ahol Bibó István képe van, itt a Nyenyi volt, tehát a Nemzet Együttműködési Nyilatkozat. És a lelke, tehát én ezt nem, erről nem beszéltem sehol, de én ezt megfogadtam, hogy ha polgármester lesznek, megnyerem a választást, akkor az első dolgom az lesz, vagy az egyik első dolog, hogy a Nyenyit lecserélem Bibó Istvánra. Én nagyon erősen benne élek az ő gondolkodásában. Az ő, magát a jellemét is egészen kivételesen különleges erkölcsös ember volt. Ahogy ő egyébként a politikáról, annak az erkölcsi alapjairól beszél, meg arról, hogy mi a politika dolga, vagy például amit az önkormányzatokról mond, a szabadság kiskörei, azok nekem nagyon fontos inspirációk. De miért van itt? Én az előző cikluson parlamenti képviselő voltam. Eleinte marha komolyan vettem a dolgokat. Emlékszem, az első nagy törvény a parlamentben, amit én vittem az LMP frakcióban, a médiatörvény volt, 86 módosító indítványt írtam. Amit nyilván senki el nem olvasott, tehát teljesen felesen. És a ciklus végére meg már csak molinóztunk, meg kiabáltunk, meg nem tudom mi. És én nagyon hiszek abban, hogy a magyar politikát tényleg nagyon meg kell újítani, és hogy sok új gondolatra lenne szükség. De nem látsz, hogy kicsiben megcsinálja, és akkor lássák azt, hogy nagyba is meg lehet. Igen, igen, de igen, és azért, mert mertünk nagyot álmodni, és nagyon progresszív, és a szociális szakma által nagyon respektált szociális rendszert csináltunk. Zugló az egy nagyon... politikailag egy nagyon ingományos terep, mindig is az volt. Tehát itt állandóan botrányok hátán, pártok oszoltak, szakadtak, tehát itt nagyon zajlott az élet. Ha valaki végignézi az Ugló politika történetét, akkor olyan, mintha lenne itt valami botrány csakra, amit föltör, és ettől mindig itt nagyon mozgalmas az élet. Tehát önmagában az Ugló polgármesternek lenni, akarni is szerintem egyfajta vállalást jelent. Jó. De. Milyen kávét kér? Cappuccino.
Cappuccino, biztos? Probléma? Nekem probléma, akkor lehet, hogy majd másra kell megcsinálnia, mert azt nem tudok. Kávét tudok főzni, de cappuccino az nekem kicsit sok, de akkor csinálok egyet magamnak, és akkor... Hát valami, akkor tejet majd rakunk bele valami. Jó, oké. Okay. Tehát akkor nem konyha tündér, vagy itt nem? Itt sem, igen. Itt sem? Jó. Itt sem. Hosszabbat, vagy rövidebbet? Mondhatnék bármit szerintem. Nem, azt tudom, azt például tudom, hogy hogyan kell, hogyha ezt játszom, akkor hosszabb lesz. Akkor hosszú lesz, jó. Egy gomb az oké. És ezt meg kell nyomni ezt a gombot. De végül is nincsen más szenvedélyem, úgyhogy káros. Semmi? Hát ha a politikát nem számítjuk, igen. A szenvedély? Hát bizonyos szempontból igen. De mondjuk nem iszom, nem dohányzom. De ezek kollégákat csak szokott kocintani. Nem. Nem jellemző, de... Semmi? Nem vagyok teljesen antialkoholista. Én még soha életemben nem voltam részeg. Még egyszer. Nem tudom, hogy ez egy nagy híre, de én nem tudok berúgni. Tényleg? Ezt megerősítik? Igen. Soha nem rúgod be? Ja, nem ismerjük meg. De nem, tényleg én... Jóta is nem volt vissza. Azóta nem? Nem tudok annyit inni, hogy berúgjak. Tényleg? Igen. De hogy ez azon múlik? Nem, mert ilyen józan lelkem van. Már valamilyen érdemes volt. Akkor milyen jó, nem? De ezt a gyönyörű készletet, ezt a bundából az elődöm vásárolta, állítólag a saját pénzén. És állítólag a saját pénzén? Hát ő ezt mondja, igen, de biztos így is van. És bármikor eljön, akkor ezt mindig megjegyzi, hogy ezt őtőle kaptuk. Ez ő hozománya. Igen. De egyébként tényleg nagyon szép zsolnai. Örökölt egy kávécsészét, egy praktikus luxus fürdőszobát, még gyönyörű bútorokat. Csupa jó dolog, nem? Hát vegye össze a kezét, hogy itt lehet polgármester. Hát az a baj, az örökségnek vannak más elemei is. Szóval azért néhány csontvázat is örököltem, nem csak ezt a szép kávécsészét. Mert hogy az örökségnek azért voltak negatív részei is? Hát ugye úgy indult az én polgármesterségem, hogy nem vehettem át a mandátumomat, mert megtámadták az eredményt, és jó két héttel a választás után végül is tudtam hivatalba lépni, ami például megakadályozott abban, hogy még a törvényi lehetőséggel élve fölbontsak egy olyan szerződést, amit az elődöm a választás előtt két nappal írt alá, és egyébként az önkormányzat számára nagyon előnytelen szerződés volt ez a konyhai tálalással kapcsolatos közbeszerzésnek volt az eredménye. Úgyhogy azt újra kellett tárgyalnunk, és mondjuk 200 millió forinttal sikerült lealkudni. Tehát azt gondolom, hogy... 200-zal? Igen, 200 millió forinttal, igen. Kinek osztottak vissza? Miért? Azt nem tudom, de látszott, hogy... De 200 millió az nagyon sok pénz. Az nagyon sok pénz. Éjszaka olvastam Zuglóról, és hogy 2015-ben folyamatosan azt lehetett olvasni, hogy köztisztviselők hada megy tel innen, itt állandóak a csörték, hogy a belső politikai ellentétek vannak, mert hogy a képviselők között is mindenféle megtalálható. Ez hogy lehet csinálni, vagy bírni, vagy... Nem, ez nem, messze nem ilyen rossz a helyzet, tehát mondjuk... Mondja ön? Igen. Hát mondjuk nem azt állítom, hogy nem lett néhány őszhajszálom. Vannak problémáink, és mivel iszletesen kirakadban vagyunk részben az én személyem miatt, részben az előzőm személyem miatt, meg részben az azt megelőző polgármester személye miatt, meg az egész botránykrónika miatt, ami tényleg a Tocsik ügy is Zuglóból indult, hát, és végiggyűlőzik. Emiatt kirakadban vagyunk, de az az érdekes, hogy ebből a kirakatból mindig csak a zsörtölődés látszik, és amikor meg egyébként történnek dolgok, akkor az meg nem lépj át az inger küszöbét a sajtónak. Minden reggel a szemle? Már mi van? Hát én azzal kezdem a napomat, hogy ilyen 8 óra körül megjön a sajtófigyelésünk, hogy Zugló hogyan szerepel a sajtóban, akkor megnézem, és akkor általában vagy fölcseszem magam, vagy megnyugszom. Ez na, a két mi szokta felcseszni magát? Hát amikor megint mondjuk nézzük a magyar időket. A magyar időkben nekem állandó rovatom van. Illetve mostanában nem jönnek rólam, úgyhogy kezdem magamat el. No. Úgy érzi, hogy nem vagyok már olyan fontos. De volt nyáron, amikor a Liget konfliktus nagyon elharapózott, akkor pont elmentem nyaralni, tehát így lett volna néhány nyugodt napom, és akkor 8 napon keresztül minden nap volt rólam egy cikk. Ez miért zavarta? Hát azért, mert nem pozitív színbe állítottak be.
volt a rituálom, mindig a Népszabadságot vettem elő elsőnek, nem megbántva senki mást. Nagyon megviselt ez a történet egyébként. Igen? Igen. Mert aljas, szóval nagyon nem... Mit érez mögötte? Vagy érez mögötte valami? Hát én azt érzem, hogy ez egy folyamat része, ahogy így a sajtószabadság levegője hogyan fogy el, és akkor hogyan dőlnek ki ezek a nem is bástyák már szegényeket, mert ez már nem is tudom már, hogy hogyan, mi lenne az ideális jelző erre. És ugye most a Népszabáról lehet hallani, az Indexről lehet hallani. Tehát azért ez így egy kicsit dermesztő. Az az út, ahova látja, hogy ez vezet? A nyomtatott sajtó leginkább képes olyan szellemi műhelyeket létrehozni, ami a mindenkori hatalom kritikáját képes ellátni azzal, hogy vannak olyan újságírók, akik utána mennek, oknyomoznak, stb. És ez nem csak arról a 40 ezer újságról szól ez a történet, amit már nem lehet a Bajtos Postrádában megtalálni, hanem arról is, hogy az a csapat, aki megírta a Rogánnak a helikopterezését, meg a Matolcsinak a barátnőjét, meg a nem tudom, az összes ilyen ügyet, az a műhely most nincs. Amikor a nem tudom melyik zuglói óvodában megírta több újság is, hogy nincsen fűtés, akkor én nem az újságírót hibáztattam, hanem elkezdtem nézni azt, hogy ez hogy a túróba tud előfordulni. Az, hogy ez az újságcikk megjelent abban, hogy az egyik zuglói óvodában nincsen fűtés, az katalizálta azt a folyamatot, hogy mindenki iszletesen összekapta magát, hogy ott legyen fűtés. És ha őszinte akarok lenni, ha ez a cikk nem lett volna, akkor nem lett volna ilyen gyors a folyamat. Ez azért is speciális és ismeretes az iroda, mert hogy így a szekrények különleges dolgokat rejtenek, ami így bejárta az országot, nem? Hát igen, itt van egy titkos ajtó, ami átvezet minket a fürdőszobában, nevezzük úgy. Elődját, ha kialakított fürdőszobát. Igen. Papcsák, ami egyébként, beszélünk. Igen, Papcsák Ferenc idején megújult ez a rész. És... ez a menő? Hát egyébként én nem tudom, milyen volt az eredeti állapot, tehát biztos indokolt volt itt valami felújítás, csak hát ugye nagyon sokba került. És mennyi is volt? Több millió forint. Ez egy híres hírhet, igen, WC mosdó. Igen, hát nem olyan nagy szám egyébként, köztünk szólva, szóval. Kicsit csalódott voltam, amikor én is megláttam. Nem van benne azért, hogy... arany mosdott, igen. Ha már lukd, akkor legyen kövér. Igazából az egésznek a keretezése volt nagyon rossz, hogy nem lehetett ide bejönni, ez egy ilyen egzotikus dolog volt. És akkor valaki ide belopózott, és akkor lefotózta az egyik önkormányzati képviselő, és akkor kikerült a bulvár sajtóba ez az ügy. Figyelő szempárok mindig ott vannak. Hát egyrészt azért nem vagyok én egy annyira ismert ember, hogy ez feltétlenül problémát okozzon, soha nem is volt ez a problémám. Volt már olyan, amikor azért egy kicsit zavarba jöttem, amikor nyírtam a füvet az udvarunkon, és a velünk szemben lévő 15-es házból bele lehet látni a kertünkbe, és valaki távcsővel nézte, hogy hogyan nyírom a füvet, az egy kicsit már sok volt. De egyébként úgy nagyon kevésszer fordult elő, hogy úgy éreztem volna, hogy a komfortzónámat veszélyeztetik. Én büszke vagyok arra, hogy egyébként hogyan élek. Nem azért, mert ez különleges, hanem az éppen azért, mert semmi különleges nincsen benne. És a politikai elmélet az hogy jött? Hát tulajdonképpen amit én kutattam, az tőlünk nyugatra az politikatudománynak hívják, csak Magyarországon más, hogy alakultak ki ezek a tudományágak, és végül is én politikai szociológiát tanítottam, meg kutattam, meg tanultam, és amikor egyetemi oktató lettem, akkor pont az volt az én misszióm, hogy a politika vizsgálata az ugyanolyan exakt tudományos alapon történjen, mint amilyen például a szociológia, vagy a közgazdaságtan, vagy más társadalomtudományok. Például az amerikai politika tudomány az annyira matematizált, mint a közgazdaságtan. Tehát, hogy ott empirikus kutatások vannak, a világ az egy megismerhető dolog, tehát én ezt a kicsit földhöz ragadt, meg kicsit ilyen statisztikai alapokon nyomó szemléletet képviseltem, amikor egyetemen tanítottam, azért is kerültem oda, hogy kicsit megreformáljam a módszertanát. Egy applikáció valami decibel mérő, megmérjük, hogy mekkorát fordítottatok. Balázs mindjárt beállítja az applikációt, és akkor utána fordítunk még egyet, és utána lesz egy szám adatunk, és boldogok leszünk, jó? Figyelem! Első körülbelül! Köszönöm szépen! Na, de várjunk!
a verseny, az akkor verseny, hogyha van egy ellenfél. Akkor most nézzük, hogy mit tud a zenekar. És egy napon jött egy doktorár, s pálcát adott a kezembe, s ütötte már. Ez egy ilyen apatia program? Igen, nagyon sokszor voltunk már, nagyon szeretjük ezt az egész műfajt, meg ezt a lemezt, amit kiadtak az Andrássék, ez nálunk otthon az egyik nagy kedvenc. Nagyon az sokat hallgatjuk. Az mit jelent, hogy látok otthon, ez megy éjjel-nappal, vagy még más zene is? Hát a Hajós András, meg a Papa kedvence, az Amadeusz Mozart. És ezt hogy hallgatjátok? Bírjátok hallgatni? Te is szereted? Én is. Meg, de a testvérem az ki nem állhatja, úgy rengetegszer hallgatja a papa, szóval már én is kicsit, igen, tudom. Jaj, berakom akkor, jaj, papa, megint Mozart. Mi a helyzet a hangszerekkel? Mert én tudom, hogy van valami hangszer, ami játszó, jól tudom? Három hangszer tetszett, a nagybőgő, a szaxofon, és még a... Papa, hogy hívják azt? Cimbalom. A cimbalom, igen, még a cimbalom, és akkor végül bőgő lett, és akkor már úgy egy éve jár a bőgőzni. Éreztem, szétáradt bennem a szeretet, és ez már inkább egy hétközben nagyon keveset vagyunk együtt sajnos, úgyhogy és a hétvégéken is nekem nagyon sokszor vannak rendezvények, amire el kell mennem. Minden héten van egy tüntetés. Egy időben még Miskán vittük ezekre, de most már oda nem lehet elvinni. Tényleg mentél a papával az... tüntetésre? Mm-hmm. És miért volt jó nekem? Nekem az volt jó. De már mondja, azt mondta, tüntetni fog a tüntetések ellen. Pedig a papának kellett a kamera előtt lennie, most meg neked? Hát igen. Sok mindenhez ért a papa? Sok, szerintem sok mindenhez. És mihez nem? Például nem ért a repülő, nem tud autót vezetni például. Ki a családban pénzügyi miniszter? Én. Mennyi? 108? 198. Atya ég. Mondjuk a föld alatt én például kétszer törtem el a felső világítást, amikor berohanok, akkor pont le tudom fejelni. Polgármester úrnak akkor szoktuk hívni, ha bosszantani akarjuk. Igen. És ezt ritkán akarják, úgyhogy. Hogy előbb-utóbb az ember meg fog bukni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy erre úgy abban az értelemben készülni kell, hogy ez nem egy tragédia.